Köszöntjük kedves nézőinket, Lechner Henrietta vagyok, Önök a mai panorámát látják, amiben minden hónap harmadik péntekén megmutatjuk mai község legfontosabb eseményeinek beszámolóját. A 2020-ban született gyermekeknek ajánlotta fel mai képviselőtestülete azokat az ezüstházfákat, amelyeket az országfásítási program részeként meghirdetett településfásítási programban nyert el. A mintegy 30 darab fát a gyermekek nevével ellátott táblácska jelzi, így bármikor meglátogathatják és gondozhatják saját fáikat a családok. Településfásítási programot indított az Agrárminisztérium, amelynek keretében minden 10 000 fő alatti település pályázhatott, így országszerte 500 településen ültetnek fákat. Az országfásítási program részeként meghirdetett projektben településenként 10-30 darab fát lehetett igényelni. A fásításra mintegy 50 millió forintos keretösszeget határoztak meg, amely 12 000 sorfa beszerzését takarja. Ehhez a programhoz csatlakozott mai település is, akik 30 darab ezüstházfát ültettek el november 9-én hétfőn, ahová meghívták a 2020-as évben született gyermekeket és szüleiket, hiszen a település testülete számukra ajánlotta fel az új növényeket. Az Agrárminisztérium 1,5 milliárd forint értékben meghirdetett egy pályázatot országfásítás címen. 120 település nyert a pályázaton, közte van máj is, és 30 darab ezüst házfát nyertünk, és el kellett döntenünk, hogy milyen program keretén belül fogjuk ezeket a fákat elültetni. Próbáltunk valami ünnephez, vagy valami nagyobb nemzeti ünnephez kötni a fásítást, de voltunk olyan szerencsés esetben, hogy 30 darab fát kaptunk, és az idén 28 gyermek született májba. A két fát pedig, az egyiket felajánlottuk Tálai államtitkár úrnak, másikat pedig az önkormányzat fogja a gondozásába venni. Nagyon örülök, hogy ez a program megvalósult, és hogy ezt a lehetőséget választottuk, hiszen nagyon szép őszi időt fogtunk ki a fásításra, és a 28 családból többségbe megjelentek a kicsik, a legifjabbak egy hónaposok voltak, és az anyukákkal egy egészségügyi, anyukákkal, apukákkal, családdal egy egészségügyi sétát tettünk. Közben átadtuk a fákat, mindegyik fa névre szóló volt, mindegyik fához csináltattunk egy kis táblácskát, ami rajta van az újszülöttnek a neve, és reméljük, hogy a későbbiek folyamán új kapcsolatok, új szerelem fog szövődni ezek alatt a fák alatt, hiszen ezek a gyerekek majd együtt fognak járni bölcsődébe és óvodába is, és hát valószínűleg, hogy az egész életútjukat fogja követni ez a fácska, hiszen ezek azért elég hosszú élettartalmúak. Azért telepítettük erre a részre, mert ez a 30 darab fa pontosan ide illett erre az útszakaszra, illetve szerettük volna, hogy májba látogató vendégek, helyiek egy árnyékos úton közelíthessék meg a strandot, hiszen ez általában olyan meleg kánikulába használják, amikor bizony jól esik egy kis árnyék. Az országfásítás keretében a mai közösségi ház és könyvtár is csatlakozott egy kis kedvességgel a programhoz. A könyvtár dolgozói ezt a kis fát készítették a gyermekeknek, amellyel szeretnénk emlékeztetni őket, hogy van egy fájuk májban, amelyet ők gondoznak, és emellett egy kis üdítővel, egy kis csokoládéval vártuk őket. Csatlakozott hozzánk a Nemzeti Művelődési Intézet pár munkatársa is. Ők a helytörténeti kiállítással kapcsolatban és az ő kiállításukkal kapcsolatban egy pár kérdéssel készültek, amelyet pici ajándékokkal viszonoztak. Sikerült a közösséget is építeni, hiszen a mostani szülők között vannak olyanok is, akik most vettek először részt még falu közösségi rendezvényen, illetve nagyon sokan most költöztek ide, és nagyon nagy öröm az, hogy ez a település nem elhaló település, hanem egy fejlődő település. Nagyon sokan keresik a lehetőséget, hogy májba költözzenek. Hát most már elmondható, hogy öröm is, meg üröm is, hogy se telek, se ház nem kapható
máiba. Ez a nagy demográfiai hullám, amit már jó párszor is említettem, ez ténylegesen máj esetében bekövetkezett jellemzőre, és édes teher, hogy újabb óvodát kell építenünk, hogy elhelyezzük a ifjú generációkat, de azt gondolom, hogy ez is egy közösségi program volt, ami megtettük az első lépést, hogy egy újabb generáció, újabb közösségét össze tudjuk hozni. Nagyon boldog vagyok, hogy ennyien részt vettünk, és ilyen jó időt fogtunk ki erre, ennek a programnak a megvalósítására. Legyen Máji a környék legtökösebb települése címmel szerveztek tökfaragási versenyt Máiban, ahol október 20-ától várták az elkészült műveket az önkormányzat előtt berendezett téren. A képviselőtestület nevében Jakó László szervezte meg az eseményt, de még ő sem számított ilyen nagy érdeklődésre. Több mint 30 alkotás érkezett a kiállításra, amelyben Máji lakosainak tök faragásait helyezték el az önkormányzat előtti téren, amely a helyieken túl az átutazók körében is nagy sikert aratott. A díjátadó ünnepségre november 3-án került sor, ahol a készítőket ajándékozták meg. A töklámpás faragásának magyarországi hagyománya egészen Salamon Árpádházi királyig nyúlik vissza, bár ma már sokan a kedveltebb angol szász és amerikai Halloween ünnephez kötik. Általában megoszlanak a vélemények ugye arról, hogy Magyarországon Halloween van, vagy minden szentek és halottak napja. Na most májban a testület úgy döntött, hogy mindenek előtt jókedv és összetartás legyen a településen. Ezen belül pedig, hát ugye mi... Még emlékeztünk arra az időre, még a békebeli régi 80-as, illetve 70-es évekre, amikor nagymama, nagypapa kézen fogott minket, és hogy gyertek fiúk, gyertek gyerekek, faragjunk egy töklámpást. Ugye abban az időben a Halloween egy teljesen ismeretlen fogalom volt, a töklámpásnak viszont magának a készítésnek, és utána a kész terméknek is, hogy emlékszek, hogy milyen szinten tudtunk örülni, és az ablakon keresztül ilyen örömmel, kis borzongással néztük az arra járóknak a véleményét. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ebben az úgymond vészterhes időben, amikor semmit nem lehet szabadtéri, illetve semmiféle még beltérít végképp nem, de szabadtérít sem nagyon lehet programot csinálni. Úgy gondoltuk, hogy azért mégis hozzuk össze valamilyen szinten a településnek a lakosságát, és elsősorban a gyermekek örömére, de hát úgy láttam, hogy ebből a felnőttek is nagyon, nagyon nagy büszkeség és nagyon nagy boldogsággal vették ki a részüket, úgyhogy éppen ezért találtuk ki, hogy legyen Mája a legtökösebb település a környéken, ami hát szemlátomás sikerült is, tehát nem is számítottunk igazából ekkora részvételre és ekkora érdeklődésre. Több mint 30 faragás került ide a polgármesteri hivatal elé erre a területre, amit engem nagyon nagy büszkeséggel töltött el például, hogy akárhányszor jöttem le éjszaka is, hogy ugye fölkapcsoljam a mécseseket benne, hogy mindig volt itt érdeklődő, mindig volt itt, aki rácsodálkozott, és nagyon nagy örömmel nézték ezeket, úgyhogy úgy veszük észre, hogy ezt a testület nagyon jól találta ki. Nagyjából 200 család vette ki ebből a részét, és további öröm számunkra, hogy a helyi vállalkozások egymás után jelentkeztek arra, hogy szeretnének mögé állni ennek az eseménynek, és mindenféle külön díjat ajánlottak föl, ami természetesen ugye láttatja, hogy Májiban igenis van összefogás, és ez egy nagyon összetartó és nagyon, nagyon barátságos település. Mellette a testület és az Unió Coop felajánlott 50 000 forint összértékben vásárlási utalványokat. Ugye ez azért fontos, mert eleinte úgy találtuk ki az egészet, hogy majd a legötletesebbeket és a legszebbeket, legfrappánsabb alkotásokat majd díjazzuk. De hát ugye rájuk kell nézni, hogy ez mindegyik szép, mindegyik nagyon ötletes, mindegyikkel kellett egy keveset bajolni, és hát ugye nem maradjon már senki díjazás nélkül. Összesen nagyjából 100 000 forint értékű jutalmat osztottunk szét mindenkinek, amit én nagyon bízok benne, hogy mindenki örömmel fogadott. Az indítatás azonnal jött, hogy amióta kisgyermekeim vannak, azóta minden évben faragok ilyen töklámpást, egyet-kettőt, amióta két kisgyerekem van, azóta kettőt faragok. Nem egy tradicionális dolog ez a tökfaragás, de ők is élvezik egyébként, szeretik, csinálják, örülnek neki. A cica az az egyik kedvenc házi állatuk, eredetileg Jurassic Parkost akartunk, de hát az túlságosan nagy kihívás lett volna az én számomra, úgyhogy megegyeztünk mindannyian a családba, hogy ez egy cica legyen. Az a kedvenc állatuk mind a két kislányomnak. Jó
jövőre nézve mindenféleképpen szeretnénk ezt folytatni, talán egy kicsit nagyobb volumenben is, hogyha a lehetőségünk adódik rá, hiszen ugye erre is nagyobb volt az érdeklődés, mint amire számítottunk eleinte. Van egy ilyen ötlet is a fejünkben, hogy esetleg a környező településeket majd megversenyeztetni, szervezni egy ilyen jópofa össznépi versenyt, hogy a környező települések, lásd Nyéglátháza, Kistokaj, Emőd nevezzenek be ugyanígy, és akkor arra majd valamit kitalálunk, tehát nyíl értelemszerűen több jutalommal, több díjjal, de ha csak ezt tudjuk továbbvinni, és ebből lesz egy igazi hagyomány, én szerintem már akkor is elértünk valamit. Elkezdődött a közösségi ház és könyvtár felújítása, amelyben energetikai felújításokat végeznek el a szakemberek. A könyvtárban a munkálatok alatt leltározást végeznek, így előreláthatóan január 15-éig zárva tart, de egyedi kérésre nyomtatásban és fénymásolásban, valamint SOS kölcsönzésben szívesen segítenek a látogatóknak. Családsegítő szolgálat bővítésére is sor kerül majd a következő hónapokban, hiszen egy 63 négyzetméteres foglalkoztató szobát építenek hozzá, de megújul a Móra Ferenc közösségi ház és könyvtár is, hiszen fűtéskorszerűsítés keretében kicserélik a gázkazánt, új radiátorok és nyílászárók, valamint külső szigetelés is kerül majd az épületre. Az idei évben elkezdődött a közösségi ház és könyvtár felújítása a családsegítő szolgálattal egy épületben. Két pályázat keretében sikerült megnyernünk a könyvtár energetikai felújítását, melyben szerepel a nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, kazáncsere, radiátorcsere, külső szigetelés. A családsegítő szolgálat részéről pedig egy 63 négyzetméteres plusz helység kialakítása lesz a tavaszi időszakban betervezve. A két pályázat, amit megnyertünk, az egyik az a Magyar Falu program keretében történik, a könyvtári energetikai pályázat, a családsegítő szolgálat pedig egy topos pályázat lesz. Azért volt szükséges ez a 63 négyzetméteres foglalkoztatószoba, mert szeretnénk ott fejlesztő programokat a gyerekeknek, és különböző programokat az időseknek tartani. A közösségi háznak nagy szüksége volt már egy felújításra, mert aki esetleg valamilyen programon részt vett az utóbbi időben nálunk, már tudhatja, hogy a kazánunk nagyon rossz állapotban volt, emiatt előfordult az, hogy nem működött a fűtés, és nagyon örülünk neki, hogy ezt a pályázatot sikerült megnyernünk, és ennek keretében a kazánt és a komplett fűtésrendszert sikerül kicserélnünk. A szigetelés pedig azért volt szükséges, mert már kívülről nagyon rossz állapotban volt az épület, és nyilván, mivel a pályázat megengedte a szigetelés részét is, így energetikailag megújulhat az épület. A munkálatok már elkezdődtek, a könyvtárunk a héten elkezdte a leltárt, amelyet terveink szerint a január 15-ével fogunk befejezni. Addigra készen szeretnénk lenni, és január 15-ével újra rendelkezésre állunk a község számára. Ha valakinek SOS könyvre lenne szüksége, ha nekünk megvan a példány, akkor természetesen, ha ír egy e-mailt a könyvtár@mai.hu-ra, akkor házhoz szállítjuk neki. Ha a könyvtárközi kölcsönzéssel meg tudjuk igényelni, akkor szintén elvisszük házhoz szállítással a könyvet, és akinél van még kint könyv, és már elolvasta, vagy már nincs rá szüksége, és szeretné visszahozni, akkor természetesen visszahozhatja. De arra kérünk mindenkit, hogy lehetőleg tényleg csak az SOS kérésekkel keressenek meg minket. A koronavírus járvány miatt bevezetett hatályos szabályokról, a betegség felismeréséről és kezeléséről kérdeztük dr. Kúnya Eleonóra gyermekorvost, aki azt is elmondta, milyen gyógyszereket és vitaminokat érdemes beszerezni a házi patikába a C és a D vitaminon túl. Mint ismeretes, a koronavírus járvány megjelenése miatt Magyarország kormánya 2020 márciusában kihirdette a veszélyhelyzetet. A második hullám érkezését is megjósolták a szakemberek, ami megérkezett a nyár végére. Itt már jóval több beteget azonosítottak, ám ezúttal nem az időseket, hanem többségében fiatalokat támadott meg a vírus, akikre a betegség kevésbé veszélyes.
A jelenleg hatályban lévő intézkedésekről, a megelőzésről, felismerésről és a kezelési protokollról Mályi Község gyermekorvosát kérdeztük, aki hasznos tanácsokkal lát el minden hozzáforduló kisbeteget. Szeptemberben, amikor újra nyíltak az óvodák és iskolák, a vírus második hullámára felkészülve a Népegészségügyi Központ egy nagyon részletes eljárásrendet adott ki az egészségügyi ellátásra vonatkozóan, amely a házi gyerekorvosi ellátást is érinti. Ebben nagyon szigorú szabályok mentén fektették le az egészségügyi ellátást. Nekünk az a dolgunk, hogy ezt maximálisan betartsuk és betartassuk a vírus továbbterjedésének a megakadályozása érdekében. Én szeptember elején az igazgatóúrral itt az általános iskolában és az óvodavezető nővel is részletesen átbeszéltem ezt az eljárásrendet, hogy mit tartalmaz ez, hogyan kell kezelni a gyerekeket, mit kell tenni a gyerekek betegsége esetén, és azt gondolom, hogy ez közös felelősségünk, hogy ezt betartsuk, betartassuk a vírus terjedésének megakadályozása érdekében. A közösségben a járványhelyzet miatt csak egészséges, illetve tünetmentes gyermek járhat. A tünetmentességet a szülő sokkal jobban meg tudja ítélni, mint bárki más, ugye ő van tartósan hosszú időn keresztül a gyerekkel. Ha bármiféle tünetet észre a szülő reggel iskolába, óvodába indulás előtt, közösségbe nem vihető, otthon kell maradjon, és az orvost első lépésben telefonon kell, hogy értesítse. A telefonos konzultáció, illetve a telemedicinális ellátás már egy teljesen elfogadott dolog. A telefonos vizit során kikérdezzük az anyukát, elmondja, hogy milyen panaszokat észlel, és lehetőség szerint telefonos ellátás keretében az enyhe tüneteket próbáljuk kezelni. Természetesen amennyiben a gyermek állapota rosszabbodik, és vagy olyan tüneteket észlel, ami eddig nem fordult elő a gyereknél, akkor másnap, harmadnap, akármikor visszajelzést adhat nekünk a továbbiak megbeszélése céljából. Szeretném hangsúlyozni, hogy a telefonos vizit természetesen nem helyettesíti a személyes orvosi vizsgálatot, és mindenki megnyugtatására mondom, hogy akinek eddig szüksége volt a személyes orvosi vizitre és vizsgálatra, azt eddig is megvizsgáltuk, és ezek után is, ha a telefonos vizit során úgy ítéljük meg a helyzetet, hogy igenis gyermekvizsgálatra szóló és vizsgálat szükséges, egy előre megbeszélt időpontban telefonon el fogja hozni a rendelőbe, és természetesen az orvosi vizsgálat megtörténik, és itt személyesen beszéljük meg a további terápiát is. COVID-gyanús tünetek esetén otthon kell maradni. Az valószínűleg mindenki számára köztudott, hogy mi az a négy fő COVID tünet, ugye a láz, köhögés, nehéz légzés, íz és szagvesztés, ami nagyon speciális tünet, de ezen kívül sajnos a gyerekeknél, illetve lehet, hogy nem sajnos, hanem inkább a gyerekek előnyére válik, sokkal enyhébb tünetekkel is lezajolhat a COVID-fertőzés. És ezek a tünetek lehetnek egészen enyhe, más vírusfertőzésre hasonlító tünetek is. Nátha, enyhe hőemelkedés, torokfájás, hasi panaszok, hasmenés, hányinger, fejfájás, izomgyengeség. Én azt látom, hogy a gyerekek sokkal enyhébben vészelik át, és kevésbé jellegzetes tünetekkel vészelik át a esetleges COVID-fertőzést. Ezért nagyon fontos, hogy a gyereknél bármilyen tünetet észlel a szülő, közösségbe nem adható. Ha bekerül a közösségbe reggel tünetmentesen, és ezt is egyeztettem az óvodavezetővel és az óvónőkkel is, az óvodában, a közösségben jelentkezik bármilyen tünet, akkor a gyereket a legrövidebb belül a többiektől el kell különíteni, megmérni a lázát korrekt módon, hogy valóban mennyi a láza, valóban lázas-e, illetve a tünetek miatt értesíteni a szülőt, akinek a felelőssége, hogy a lehető legrövidebb időn belül a közösségből kiemelje a gyereket, illetve hazavigye, és onnantól kezdve az orvosi tájékoztatása feladata. A szülő betegsége esetén gyermekápolás címen a szülő táppénzre vehető. Ezt én itt a rendelőbe egy dolgozó anyukánál, apukánál mindig a betegség alatti időre meg is teszem. Tehát ha a gyerek beteg, és betegség miatt nem járhat közösségbe, a szülő táppénzellátásra jogosult. A gyerek gyógyulása után
orvosi igazolással mehet vissza a közösségbe. Ez az orvosi igazolás azt a célt szolgálja, hogy a köznevelési közlöny is azt írja elő, hogy az igazolás betegség időtartamára szól, és a gyerek hiányzását betegség esetén orvosi igazolással kell igazolni. Most járványveszély esetén nem tudunk nyilatkozni arról, hogy ugye egy pénteken kiadott igazolásnál, amikor gyógyultán nyilvánítom esetleg a gyereket, hétfőn nem lesz-e újra beteg. Tehát ez az új eljárás azt is tartalmazza, és a szülők felelősségét nagyban hangsúlyozza, hogy amikor közösségbe viszi a gyerekét, neki egy nyilatkozatot ki kell tölteni, nem arról, hogy egészséges, arról ő se tud meg, én se tudok nyilatkozni, hogy tünetmentesen adja be a közösségbe a gyermekét. Ezzel tudjuk a közösség fertőzöttségét is megakadályozni, a saját fertőzöttségünket is, és a gyerek védelmében is történik ez. Ugye a tünetmentes vírushordozók is továbbadhatják a fertőzést. A betegség lefolyásáról egyre többet tudunk, az egyre nyilvánvalóbb, hogy a tünetek megjelenésétől számított valószínűleg 6-7 napig, maximum 6-7 napig fertőz. Tehát az nagyon fontos, hogy akár felnőtt, akár gyerek valamilyen tünetet észlel magán, annak az közösségben nem mehet, munkahelyre nem mehet, óvodába, iskolába nem mehet. Nagyon jó, ha feltöltjük a házi patikát. Legyenek otthon általános gyógyszertárban recept nélkül kapható gyógyszerek, ugye lázcsillapító, fájdalomcsillapító, akár többféle támadáspontú is, többféle hatóanyagtartalmú, többféle kiszerelésben, legyen otthon kúp, legyen otthon szirup, hogy a gyerek állapotának megfelelően a megfelelő gyógyszerelést biztosítani tudjuk. Legyen otthon probiotikum, legyen otthon mondjuk köhögésre való gyógyszer, hogyha telefonos vizitnél megbeszéljük, hogy mi van otthon, akkor lehetőség szerint gyógyszertárba menés nélkül is lehessen elkezdeni a gyereknek. Tehát jó, ha ilyen alapvető gyógyszerekkel föl van szerelve a család, már csak azért is, mert ha véletlen valamelyik szülőnél kiderül, hogy kontaktálódott, esetleg pozitív PCR-teszttel rendelkezik, ugye az egész egy családban élő, a család minden tagja szoros kontaktnak minősül, és 10 napra karanténba kell helyezni őket. Ez azt jelenti, hogy 10 napig a lakóhelyet, a lakást nem hagyhatják el. Na most, ha ilyenkor ugye valamilyen tünet jelentkezik a gyereknél, akkor azért legyen lehetőség arra, hogy a tüneteket akár egy telefonos vizit alapján is kezelni lehessen otthon. Ha pozitív felnőtt van otthon, a covidos betegek otthoni kezelésére az egy általános elfogadott eljárás, rend, hogy amennyire lehet, de ez inkább a felnőttekre vonatkozik, el kell különíteni. Ha covidos beteg van otthon, érdemes otthon is a maszkot hordani. Egyébként a beteg gyermekek ellátása az ellátás általános szabályai szerint kell, hogy történjenek. Lázcsillapítás, folyadékbevitelre ügyelni, és a megbeszélt tünetek alapján elrendelni egy gyógyszereket pontosan adagolni. Hogyha egészséges a gyerek, elvileg ő neki a közösségben van a helye. Ugye most a 14 év fölötti középiskolákat digitális oktatásra állítottak át, de az óvodák, általános iskolák azok rendes tanrend szerint működnek, és elvileg az egészséges gyereknek, ha csak nem pozitív a szülő, és ha csak nem számít szoros kontaktnak, akkor a gyermeknek, vagy a gyereknek, iskolásnak, óvodásnak a közösségbe járni lehet. Ha kontakt a szülő, akkor a gyerek, ha pozitív a szülő, akkor a gyerek szoros kontaktnak számít. Ha kontakt a szülő, és tünetmentes, akkor elvileg csak akkor kell a gyereknek otthon maradni, hogyha a szülő szűrve van, és a szülőnél is kiderül, hogy a PCR-teszt pozitív, akkor számít. Tünetmentes kontakt szülőnél elvileg a gyerek járhat óvodába, iskolába. Szigorításoknak megfelelően ugye zárt térben, hivatalokban, orvosi rendelőkben, üzletekben kötelező a maszk használata, de én azt gondolom, hogy ott, ahol nincs szigorúan elrendelve, saját magunk védelme érdekében ott is érdemes a maszkot viselni. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, Lechner Henriettát látták a Mai Panoráma 2020. évi novemberi híreivel. Híradónk anyagait visszanézhetik YouTube-on a Mai TV csatornán, vagy Mai Facebook oldalán, ahol megoszthatják velünk észrevételeiket, ötleteiket. Egy hónap múlva friss hírekkel várjuk Önöket, a viszontlátásra!